Fiatalok és tehetségesek, akik a színpad, a zene és az alkotás bűvöletében élnek. A négy művészember életében a közös pont Balázs Tamás hegedű művész, aki nemrég került kapcsolatba a Víg Színház alkotó csapatával, és muzsikusként aktív szereplője a színdaraboknak. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy ennyien eljöttek. Ez egy valódi próba lesz, mert tényleg szeretném próbálni, mert ma már este adás van, és ki szeretnék próbálni egy-két dolgot. Eresszük le a vasat. Oké, rendben. A Covid-helyzet után újra rendeződik az élet, és zenész embernek ez gondolom nagyszerű dolog. Így van. Mostanában a vendéglátó mellett ugye a Péceli Pekári Kastély étteremben játszom szombat-vasárnap ebéd időben. Ez mellett hál' Istennek a Víg Színház zenekarának is tagja vagyok, és ott is játszom. Hogy kerültél be a színházba, vagy hogyan kerültél kapcsolatba a színpaddal? Igazából három nagyon jó barátom van. Kovács Adrián és ifjabb Vinyánszky Attila, illetve Vecsei H. Miklós. Az első darabom az igazából Budaörsön kezdődött, a Lilionfi című darab, amit a Budaörsi Latinovics Színházban játszottunk. Igazából innen indult az egész. Ez a Lilionfi? Köszönjük, most már itt vagyunk. Adriánnal együtt kezdtük a zenei pályafutásunkat, úgymond, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába, és azóta, hála jó Istennek, nagyon jó barátok vagyunk. Színpadon vagy, akkor mivel kell másképpen muzsikálni? Milyen technikával kell muzsikálni? Hát igazából, ami nagyon más, ugye nyilván a vendéglátó az egy könnyedebb műfaj. És milyen darabokban játszol a Víg Színházban? Hát hála jó Istennek most már 5 darabban vagyok leszerződve. Az első volt a Nagy Gatsby, amit a kedves barátom rendezett, Attila. Aztán volt Mágnás Miska, vagyis hát, hogy van. Aztán van még az Öreghölgy látogatása, a Szerelmek városa, szintén Attila rendezte azt is, illetve a Kabaré című darab. Úgyhogy most már 5 darabban, hál' Istennek. Ami a szívemhez nagyon közel áll, az a Nagy Gatsby. Mert igazából az egy olyan fiatalos, lendületes, és tényleg, aki arra jegyet vált és eljön és megnézi, az úgy jön ki, hogy egy úristen, egy mekkora partiban volt részem. Szóval, hogy legalábbis ez az én személyes érzetem is, illetve ez az én személyes véleményem. De ha lehetne választani mondjuk, mind az 5-öt nagyon szeretem tényleg, de talán ez a Nagy Gatsby. Van ebből az 5 darabból nyilván olyan is, amikor egy ilyen zenei árokban, tehát egy lent játszunk, és úgymond, például mint a Mágnás Miskában, úgymond nem vagyunk olyan szinten színpadon, de nagy részt szereplünk is, tehát hogy színpadon vagyunk, szem előtt, például az Öreghölgy látogatása című darabot, mozgunk is a színpadon, vannak jelenetek, amikor át kell futnunk a színpadon, vagy játszani kell, és közben föl kell lépni egy pár lépcsőre vissza le, meg. Szóval is, tehát hogy ez olyan mértékben más, hogy itt egy tuttista hegedű vagyok, szóval hogy igazából itt egy masszát kép, tehát hogy maga a zenekar egy zenekar, egységként így van. Hamarosan jönnek a barátaid. Ilyenkor van egy kis ilyen munkamegbeszélés, vagy barátság is, és munka is egyben. Így van, ez egyben mind a kettő. Ja, most itt vagyunk Tamásiknak a lakásukban, azért a munka mellett van idő, hogy picit így összejöjjetek? Hétköznapi dolgokról is beszéljetek, nem csak színházról. Hát olykor van. Igazából a munka mellett egyetlen lehetőségünk van előadás után, előadás előtt, vagy előadás közben beszélgetni, egy pár szót váltani. De lényegében a munka köt össze minket, és az, hogy mi dolgozunk. Szia! Hello! Figyú, itt vagyunk már így, Ada, itt van Ati. És mióta ismeritek egymást így? Mióta tart ez a barátság?
Hát ti régebb óta ismeritek. Hát itt valahol ebben azt hiszem én vagyok a közös pont. Halmaz. Ugye együtt tanultatok? Mi középiskolában együtt jártunk a Tomival, és aztán az egyetemen meg az Attiláékkal, Attilával és Hasival. És igazából a zene összeköt mindent. Hát meg a zene, meg a színház. Színház. És akkor ennek közös pontja volt a 2015-ös Lilionfi előadás. Ahol kubai vendégzenészeink fognak gondosodni. A szünet van, a szünet hangulatáról az LKM következő 10-11 percben. Jó, igen, valóban Hódmezővásárhelyen vagyok. Ez azért is érdekes, mert Attilával és Adriánnal az első közös előadásunkat, a Karnyónét itt játszottuk utoljára. Ezen a színpadon, ahol most vagyok. Ó, de szép. És tulajdonképpen az azt követő előadásunknál ismertük meg Tomit, a Lilionfiban, ami már elhangzott 2015-ben, és azóta is sokszor dolgozunk együtt. Múltkor valaki, egy jó barátomtól megkérdeztem, hogy mit gondol valakiről, és így sokáig gondolkozott, így elkezdte a mondatokat, és a végén azt mondta, figyelj, nagyon egyszerűen mondom, nagyon szeretem. És valami hasonló, szerencsére eszembe jutott ez a történés, mert én is hívjuk Tomival, egy csupa szív és végtelen tehetséges embernek gondolom, és ezért én nagyon örülök annak, hogy most nem tudom, mennyit fogtok elmesélni arról, hogy lehet, hogy fogunk valami igazán közös dolgot, amit Tomi talált ki készíteni, de ezért örülök, hogy ő, bár mi vagyunk alapvetően a színházi alkotók, vagy hogy mondjam, az író, a rendező, a zeneszerző, és mégis a Tomi szívében, meg fejében fogalmazódott meg, hogy dolgozzunk már együtt egy olyan anyagban, amit ő álmodoz meg, és mi tulajdonképpen kérdés nélkül beállunk mögé. Nekem az életem legszebb része, hogy mi így vagyunk egymásnak, szóval tulajdonképpen, hogyha bármi baráti elmúlna ebből a viszonyból és szakmai felé tolódna egy napnál tovább, akkor annak nem lenne igazán értelme. Kettő megbeszélésen vagyunk túl, de akkor a zene az főszerep lesz akkor benne, ha jól értem. Lehet. Egy olyan időszakot szeretnénk megidézni, amikor még volt lehetőség annak, hogy itt béke legyen. Tűnje meg a kánya! Tűnje meg a kánya! Odáig jutottam, hogy a hajaságból megöltem ezt a sirályt! Az egész más, amikor ők is a színpadon vannak, vagy a színpadi párokban zenélnek? Teljesen más. Az, hogy fönn vannak a színpadon, azt is követi, hogy a büfébe is együtt megyünk, és aztán tovább is. Tehát, hogy társulati tagokká válnak ezáltal a zenészek is. És azért kikapcsolódásként azért meghallgatjátok, tudom, hogy mondjuk étteremben muzsikál, vagy olyan helyen van, hogy színházon kívül is mentek meghallgatni a muzsikáját? A színházi szakma, és azon felül így, hogyha valaki elszerződik valahova, vagy elkezd valaki együtt dolgozni, ez a buborékban, és nagyon hajlamos az ember egyszerűen elásni magát, és semmivel nem találkozni, és semmi új impulzust nem kapni. A Lilionfi volt, akkor gondolkodtunk, hogy mit, hogyan lehetne, és talán esetleg élőzene, és hát én óckodtam az egészet, nekem voltak ötleteim, de hát én nem dolgoztam még így. És akkor mondta Adrián, hogy neki van is ötlete, hogy kiket kéne megszólítani. Megbeszéltük, hogy oké, részt vesznek benne összeszedve, szokásos csapat, konzis, barátságok. És akkor ezután mi egy másik munka után éjszaka sétálunk ki az egyetemről, és a Blaha Lujza téren egyszer csak ott áll a jövődőbeli zenekarunk a Lilionfiban. Úgyhogy így Egedűvel a hátukon. Na és akkor utána ez ügyben, és mellesleg a jövőbeli terveink az, hogy ezt egy kicsit valahogy tovább gondoljuk, nagyon sokat adott így nem csak így a munkánkhoz, hanem az életünkhez az, hogy például a Lilionfi bemutatója után tisztán emlékszem, hogy Hajnakig szólt a zene, és ott voltunk a Vas utcában. Tehát volt az egésznek egy olyan érzete, mintha kicsit levegőt kaptunk volna a mi közegünk, és úgy összeismerkedtünk, hogy most már egyáltalán ismeretlen fogalom, hogyha tudjuk, hogy valahol valami mondjuk esti, hát nem hogy kell ezt szépen nevezni, akkor mi nem óckodunk, hanem oda megyünk és társulunk. Ezt szépen körülírtam. Így van.
ezt nem tudom, hogy lehet-e tanulni, vagy erre valahogy felkészülni, de akkor az embernek valahogy másképp kell hozzászólni az, hogy valahogy egy zenész van színpadon jelen, hogy a zenész hogy van, vesz részt a próbákon, mennyire fogja az új instrukciókat, hogyan lehet. Na most csak én azt hittem, hogy ez egy ilyen nagyon matematikai feladat lesz, mikor Adrián elmesélte nekem, hogy mondom, hogy ez nem baj, hogyha itt egy ezen a pallón fognak át, dehogy baj, ott lesznek. És szépen lassan felismertem, hogy ők még vagányabbak, mint mi vagyunk. De ma már egyáltalán nincs bennem egy ilyen félelem, hogyha Adriánnal együtt csinálunk valamit, hogy azon gondolkodjuk a zenészek, hogy lesznek jelen. Igazából ezt kimondhatom, hogy a színészektől már százszor jobban rettegek, és egy szereposztást megcsinálni az egy rémálom. Azt tudom, hogy a zenészek az benne lesznek. És bennük bízok, és ők még fogják csinálni az egészet lelkesen. És én tényleg nem ezért mondom, engem lenyűgöz az, hogy a zene az, hogy össze tudja őket tartani, milyen közös nyelv tud lenni, milyen irány, és ez mindig megtisztel, hogy én a közelükbe lehetek. Tobi, erről az új dologról lehet beszélni? Ez a négyes fogatnak a ötlete, ami talán ebből a világból nagyon hiányzik, így a művészvilágból. Mi azt érezzük, hogy régebben az emberek, ha csalódás érte őket, ha esetleg nagyon boldogok voltak, sokkal intenzívebben tudták azt megélni, és mi ezt egy picit, ezt az életérzést szeretnénk egy picit visszahozni az emberekbe. Régebben én hoztam egy anyagötletet, hogy ezzel az anyaggal foglalkozzunk, az inkább az én részemről volt egy ilyen személyesebb dolog. Most már hál' Istennek azt gondolom, hogy Adriánnal odáig jutott a munkánk, hogy azt gondolom, hogy ugyanolyan szinten személyes, például a legutóbbi munkánk a Szerelmek Városa neki, ahogy nekem is. És talán most ez megint egy másik történet, mert szerintem itt a Tomék fognak kiteljesedni, és mi fogjuk valahogy ezt a történetet segíteni, vagy reményeink szerint emelni. Szóval most inkább a zene lesz hangsúlyban, nem pedig a színház, és szerintem pont ezért lesz nagyon izgalmas. Nem tudom, hogy megköszönni a Jóistennek azt, hogy tényleg egy olyan érzést kaptam a Lilionfitől és magától a barátságtól, hogy én találtam olyan rajtam kívül három embert, akinek ugyanaz a lelki világa, ami nekem. És ez szerintem főleg a mai világban, szerintem nagyon ritka. És hogyha van is ilyen, azt meg nagyon meg kell becsülni.